Női vízilabda csapatunk megalakulásában nagy szerepet játszott olimpiai bajnok, korábbi klasszisunk Gerendás György. A csapat indulásakor nem is volt kérdés, hogy míg szakmai igazgatónk a parton, addig lánya Matilda a medencében küzd a Fradi sikereiért. Nekem evidens volt, hogy itt fog játszani. Benne volt egy ilyen kis, hogy mondjam, egy kis félsz. Pláne amikor megtudta, hogy én magam is ott leszek a csapatnak a közelébe, tehát az edzések megtartásában is ott leszek, a meccsen is ott ülök majd a padon, nem csak a pad mögött. Akkor volt benne egy ilyen kis visszahúzódás, még úgy humorosan mondta is, akkor megy el otthonról. Szóltam a testvéremnek, hogy elköltözöm hozzá, mert nem szerettem volna konfliktusokat otthon, de biztos volt az, hogy én itt leszek. De utána azért szerencsére apa is megkérdezte, hogy szeretnék-e jönni. Matilda korábban sokszor elkísérte az édesapját az edzésekre és a mérkőzésekre. Fiatal tehetségünk két igazán emlékezetes történetet is elmesélt a múltból. Anyukámnak sajnos eltört a lába, és a testvéremre a nagyszüleim vigyáztak, viszont rám nem tudott senki, és akkor felajánlotta nagyon kedvesen az apukám, hogy levisz engem az edzésére, ami nála tényleg nagy szó volt. Magyarázott a játékosoknak, hogy ki, mikor, mit kell csinálni, és egyszer csak azt vett észre, hogy a Dola Tomás és a német Zsolt elkezdett úszni az ellenkező irányba, és elkezdett szinte velük kiabálni, hogy miért úsztok el abba az irányba, és akkor látta abba, hogy hát nem voltam egészen egy éves, és beleestem az 50-es medencébe, és hogy épp ők próbáltak engem kimenteni. Egy BVSC vasas rangadó volt, kiabálta a vasas tábor, hogy Gerendás. Én meg oda mentem anyához, hogy anya mennyien szereti apát, és mindenki azt kiabálja, hogy puszi Gerendás. És hát akkor anya csak annyit mondott, hogy igen, igen kislányom, azt ének, vagy azt kiabálják. A családi kötelék ellenére Matilda és Gyuri is tudja, hogy az uszodában az apa-lánya viszony háttérbe szorul az edző-játékos kapcsolat mellett. Nála az a fontos, hogy a meccsen jól játszon az illető, még hogyha az edzése például nem is annyira megy neki, de a meccsen tényleg 100%-osan oda koncentráljon, és igazából én is ezt próbálom megcsinálni. Nagyon rossz lenne, ha apa lánya működne, akár az edzésen, akár a meccseken. Az kétségtelen, hogy van néha egy-egy olyan pillanat, amikor úgy rajta felejtem a szemem, mert a gyerekem, mert nagyon szeretem. Van néha, amikor egy kicsit kedvesebben mosolygok rá, mint a többire. Ugyanakkor próbálom, hogy ez ne legyen sok és ne legyen feltűnő. De hát ez hazudik, aki azt mondja, hogy ilyen nincs egy ilyen apa-lánya, lánya viszonyban. Nézők legtöbbször így látják Gerendás Györgyöt az uszodában vagy a képernyőkön. Matilda azonban megnyugtat mindenkit, a valóság teljesen más. Otthon teljesen más, de sokan kérdezték, hogy nekem ez mennyire volt nehéz, vagy én ezt hogyan kezelem. Nem tudom igazából, hogy hogyan kezelem, én ebbe születtem vele. Most is a mérkőzésen, amikor kiabál, akkor tudom viszont, hogy az tényleg úgy van, szóval, hogy ő nem, tényleg nem azért kiabál, mert neki most kiabálhatnék jobban, vagy nem tudom, hanem tényleg akkor az úgy van. Nagyon sokszor ült oda mellém, amikor videóztam, tehát akár még EGRI edzőként, akár már a Fradiban a férfiak mellett, amikor csináltam a videózást, tehát ő sokkal jobban ismeri a gondolataimat, sokkal jobban ismeri ugye a rezdüléseimet, tehát neki elég néha a másiknak kiabálnék, neki előbb elég a nevet mondani, rám néz, mutatom neki, mit csináljon, egy kicsit ilyen olaszosan, hogyha azt veszük, hogy apa lánya, akkor ez mindenképpen neki az előnyére van. Felvetődik a kérdés, hogy az edzéseken és a mérkőzéseken együtt eltöltött hosszú órák után otthon szóba kerül-e még a vízilabda. Amikor megyünk haza, egy szót nem beszélünk a vízilabdára, vagy megpróbáljuk. Ugyanígy vagyok az edzések után is. De ha eltelik egy-két nap, akkor ugyanúgy, ahogy visszanézem a meccseket, kicsit belenézek, odahívom, látod, itt, ha inkább itt csináltad volna, vagy itt milyen jól csináltad, tehát ott mutatom inkább meg,
Én úgy gondolom, hogy ez minden edzőnél jobb, hogyha megpróbálja abszolút normális 120/70-es a vérnyomása, 60-as a pulzus, sokkal jobbakat lehet mondani, mint amikor ég az embernek a feje és a pulzusa is az egekben van. Egyszer volt egy olyan, hogy lőttem egy gólt, és akkor azt mondta, hogy a francba, ezt most meg kell dicsérjem a lányom. De amúgy nem, mi annyira nem beszélünk így otthon a vízilabdáról, nyilván ami nagyon szükséges, meg amiben nagyon segít nekem, azokban, amikben ő akar, hogy segítsen, azokat nyilván megbeszéljük. A közös jövő pedig eddig remekül alakult. Csapatunk a Magyar Kupában történelmi bronzéremmel zárt, de a Gerendás család tagjai is tisztában vannak vele, hogy a nagy célért, a legjobb négybe kerülését még sokat kell dolgozniuk. Egy-két apai jó tanács biztosan el kell majd. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.